Ez az égerpatak kiszáradt medre Pécsen. A Baranyai megyeszékhely egyik kedvenc kirándulóhelye lett szegényebb. A kutató azt mondja, sajnos egyre több ilyen jelenségnek lehetünk tanúi. Az égerpatak csak az egyik eltűnő vízfolyás. Az utóbbi 10 évben egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy olyan vízfolyásaink, amelyek korábban állandóak voltak, azok elkezdenek eltűnedezni, elmarad belőlük a víz, kiszáradnak, és ez egyre hosszabb ideig tart. Egyre több vízfolyás érintett, évről évre azt tapasztaljuk, hogy egyre több olyan vízfolyásunk van, ami korábban soha, de ebben az évben, az adott évben kiszáradt. Most ugye felkapott hír, hogy az égerpatak kiszáradt, mert hogy azt látja mindenki, itt van a város mentén, de hát sajnos nem csak az égerpatakról van szó, hanem országszerte több ezer vízfolyás szakasz az, ami érintett. Nem csak a patakokat, kisebb vízfolyásokat, hanem a nagyobb folyókat is érinti ma már a kiszáradás. A Tiszán át lehet menni néhány gyalog, Tarna kiszáradt, egyéb közepes vízfolyások kiszáradtak. Ennek ugye alapvető oka az a globális felmelegedésünk, illetve hát most globális éghajlatváltozásról beszélünk inkább, ami megadja az alapot arra, hogy teljesen átrendeződik az időjárás, máskor érkezik a csapadék, más mennyiségben és összetételben érkezik, a téli esők elmaradnak, hiába van meg a tavaszi csapadék, annyira nincs vízutánpótlás, hogy ez már nem tudja pótolni azt, amire szükség lenne. Ha pedig egy patak kiszárad, akkor megváltozik ott helyben az élővilág. Ez az avarlebontástól kezdve a klímaszabályozási folyamatokig minden szinten hatással lesz a környezetre. Végül ki fog hatni előbb-utóbb a mi életünkre is, mondja szakember. Ezért változtatni kell a jelenlegi szemléleten. Nem azzal kellene most foglalkozni, hogy ha amikor árvíz van, akkor gyorsan elvezessük, hanem azzal kellene foglalkozni, hogy az ökológiai víz megtartó képességét növeljük a területeknek. Ami azt jelenti, hogy lassabban távozzon el az a víz abból a környezetből, illetve megmaradjon ott az adott helyen, hogyha erre lehetőség van. Itt nem csak víztározóban kell gondolkodni, hanem mindenféle ökológiai szemléletű megoldások léteznek arra, visszakanyargósítjuk a patakjainkat, nem betonmederben vezetjük el, hanem természetesebb medret alakítunk ki. A pécsi kutatók egy mobiltelefonos alkalmazást is létrehoztak, hogy jobban megértsék a kiszáradási folyamatokat. Ezen keresztül mindenki küldhet be fotókat a vízfolyások éppen akkori állapotáról egész évben. Ezek az információk segítik a szakemberek munkáját, amelynek célja a patakok, vizes élőhelyek megmentése a kiszáradástól.